Én nagyon szépen köszönöm mindenkinek, az előadóknak, támogatóknak, főtámogatóknak, szervezőknek, rendezőknek, természetesen a háttérintézményeknek, a hallgatóságnak, akik megtiszteltek minket mindkét napon szép számmal is eljöttek, az ország közepére, ami nekem vagy nekünk, akik itteniek vagyunk, azt mondjuk, mint én is, mint elszármazott, hogy a világ közepe, az ember valahol a koordináta rendszerét rögzíti, és mindig ahhoz viszonyít. Nagyon sokat turnéztam, zenéltem, filmeztem, mindig nagyon utazós foglalkozásaim voltak, és sokan nem értették azt a 80-as, 90-es években sem, hogy én elmentem volna Svájcba tanítani zenét, vagy másfélét, mindenfélét, és hogy miért nem csináltam. És mi visszajöttem mindig mondjuk a táborfalvi citára zenekarhoz, vagy népdalkörhöz, vagy a gyerekcsoporthoz, vagy a csutorásokhoz. Miért fontos ez nekem? Nekem ez egyáltalán nem volt kérdés. Teljesen természetes volt ez a folyamat, és hát magyarázni sem kell, és az ember megpróbálja átadni azt a fajta kötődést, és hogyha valakinek van élménye és megérinti az elődök által adott tudás, az alkotás öröme, a zenélés és a mulatozás, mindenféle egyéb, akkor ott nem kérdés, hogy kötődik ehhez, és tovább tudja adni. Egyébként hazaszeretetet nem lehet másképp elérni. Csak akkor, ha a családban, a helyi közösségben, a lokális közösségben kötődése van. A nemzet, az ország nemzet tudat sem úgy alakul ki egy népcsoportban, vagy egy közös nemzetet alkotó közösségében, hogy úgy születik a gyerek, hogy én magyar vagyok, vagy európai vagyok. Ezt a tudatot ki kell alakítani, és ez lehet tudatos is, de ez sokkal inkább ösztönös és természetes kell legyen. És ha valakinek van saját kultúrája, akkor tudja mások kultúráját is becsülni. A különbözőségét meghatározza természetesen, de ugyanúgy veszi, ugyanúgy értéknek veszi, mert tudja, hogy amit nekem jelent a saját hagyományom, neki ugyanazt jelenti az a más, ami nekem egészen furcsa. Teljesen természetes. Kérném szépen zárszóra, ugye én már majdnem mondtam egyet, mármint záró gondolatokat, de nem feltétlenül annak szántam, csak summázatnak. András Havi professzor urat, Szatyor Győzőt és Platti Ivánt, hogy fáradjanak a színpadra az asztalhoz. Néhány dologra szeretném felhívni a figyelmet, amit talán hasznos, hogyha bevésik a fejükbe és gondolkoznak rajta. Kezdtem azzal, hogy elég hosszú, nem 40, hanem 60 perces előadásod Virinyitől, ami nem volt felesleges, végig élveztem, és ehhez szeretnék néhány megjegyzést tenni. A népköltésről volt szó, a népköltési anyagról és a népművészeti anyagról. Itt hadd tegyem azt hozzá, amit eddig tudunk róla. A népköltési gyűjtés annak idején, a reformkorban azzal kezdődött, hogy a népies műdalokat, azokat gyűjtötték, mert azok voltak felszínen. Eltelik néhány generáció a 19. század végén, amikor már nem a noblis nótákat, nem azt, amit a cigánnyal húzattak a kocsmába, a nemes urak, hanem a paraszt ének felé fordul a érdeklődés, de igazán csak akkor tudják ezt gyűjteni, mikor a fonográfot bekapcsolják, ami már nem arra bízza a lejegyzést, hogy mennyit tud megjegyezni a gyűjtő, és utána lejegyzi, hanem fölveszi úgy, ahogy az elénekelte. De akkor is még csak lírai dalokat, balladákat gyűjtenek. Generációk telnek el, amíg lassan-lassan másra is fölfigyelnek. A gyermek dalokra, amit Kodály és Bartók se gyűjtött még egyáltalában, egy-két inkább paródiaszerű töredék van. A 20. század második felébe figyelünk fel, és majd mi azt mondhatjuk, hogy bár 1891-ben már, mert ahol a legnagyobb a veszély, ott legközelebb a segítség, Kis Áron összegyűjti a magyar gyermekvilágnak a dalait, de nem használjuk, nem tartjuk még annak költészetnek. Ma már több megyének monográfiában, falu monográfiák vannak a gyermekjátékokról. És itt mindjárt kapcsolódik néhány előadáshoz. A gyerekkel való játszás dalait nem az édesanyjának kell megtanulni, az a kicsi gyerek tanulja már meg, a kicsit nagyobb gyerektől, 3-4 éves korában már a babázást, amivel majd ő a kis gyerekét fogja
alítani már tanulgatja. A népköltészet egymásra épül. A népköltészet teljes egész a szeretet közlése. Az anya a gyermeknek is a szeretetét közölnie kell. Öleléssel, dallal, ringatással, stb. Mikor tanulja, mikor mi a kicsi gyerek egymástól. Kimaradt ez most? Tanítsuk újra. Adjuk ki ezeket. Ezeket is tanítania kell. Mert a szeretetek egymásra épülnek, ha ahol nincs kellő anya, gyermek, szeretet, ott nincs férj, feleség szeretet, nincs falu, közösség szeretet, és nincs haza szeretet sem. Ezek egymásra épülnek. Ki maradt, próbáljuk pótolni. Óriási mennyiség pótolni való van. A munkadalokra mikor figyeltek fel? Bár az első lejegyzése magyar népdalnak egy munkadal. Ugye Szent Gellért és Walter legendájában egy őrlő dalt jegyeznek föl. A gyűjtők nem törődtek vele. Kodály, Bartók, a többiek egyáltalán nem ismerték ezt. És aztán jön egy békefi Antal nevezetű tanító a Bakonyból, és összegyűjti a magyar munkadalokat. Nagyon korán meghal a hagyatékából, csak az állatokkal kapcsolatos munkadaloknak egy része, a ló, marhat, sertés, juh, egy ilyen vastag kötet, 600 oldal. A munkához hozzátartozott a dal. Mi itt hallottuk, hogy mennyit gyűjtöttünk. Mikor tettük fel azt a kérdést, mit, mikor, miért énekeltek? Óriási. A 20. század végén az első ilyen tanulmány Kallósé, aki a gyimesvölgyi keservesekről írja, hogy ki miért, mit énekel. És aztán, amikor én is gyűjteni kezdtem, akkor miért, kitől tanulta, miért énekelte? Azról, amikor egy helyen nagyon szép három árvát hallottam, kérdeztem, hát mondja már nekem ezt, ha ismeri, ismeri, hát mondja el, nem vagyok ura, miért nem? Nem vagyok árva. Óriási bepótolni valóban. A népdaloknak azok nem elhangzottak, azok kikényszerítődtek az emberből. Az énekelte keservesen, amit most ma Valadának nevezünk, aki vétkezett és lelkismerete nem bírt elviselni, és aki ennek a véteknek a károsultja volt, a meggyalázott, a kitagadott, a férjhez menésében megakadályozott, stb. Lány. Ezeknek funkciója volt, ezeknek nagyon fontos szerepük volt, ez nem szórakozás volt, ez nem dalolgatás volt. Ahogy a pszichiáterek a gyógyíthatatlan depressziósokat úgy gyógyítják, hogy végig összegyűjtik, addig beszélgetnek, hogy egymásnak elmondják, hogy miért is depressziós, míg mi az orvosnak sem mondták el. De a másik elmondja, akkor érzi azt. Utánzom, akkor ő is utánoz engem. Rámosolyok a gyerekre, akkor visszamosolyok. És akkor itt van az, hogy a hazaszeretet. Tanítani kell. Azt is tanítani kell, a természet szeretetet tanítani kell, mivel munkadalokkal, természetes dalokkal, süss fel nap, vecskét látok, és így tovább. A természet megismerése a dalokon keresztül történt, és a határjáráson keresztül. Elfelejtettük ezt a szokást. Minden esztendőben bejárták a határt, nem a plázákat nézték meg, hanem azt a határt, ami a falu közösséget határolta. Körbejárták, erről a jegyzőkönyvek vannak. Akkor ismerte meg, hogy hova is tartozik. És valóban, ilyen tréfásan is, meg néha nem is tréfásan, megverték azt, aki először határjárán, mert azzal avatták legényé, és erre hivatkoznak már a középkori oklevelek. Határjárásnál itt, és itt jártak, itt kapott képletesen a fenekére néhány ütést. És itt mondjuk ki, hogy az egész népművészeti, népköltészeti mozgalomnak egyik fontos része kell, hogy legyen a kisiskolák visszaállítása. A kisiskolás visszaállítása nélkül semmiben megy minden. És a kisiskolás visszaállításával vissza kell állítani a tankerteket, amit 1960-as években eltöröltek. A tankerteket, nekem most az elmúlt két esztendővel ezelőtt teljes irodalmát próbálta megnézni a pedagógus könyvtárba. Rengeteg angol, amerikai, francia, német szakirodalma van,
hogy nem lehet igazi embert nevelni, aki nem ismeri, nem látja, hogy mi lesz a csira, hogy nő a növény. Tankerteket létesítenek a felhőkarcolók tetején. És a természettel való kapcsolatot igenis a tankertekben kell újra megtanítani. Annak idején azért tudta Magyarország visszaállítani a filoxénra által elpusztított szőlőket, mert a Földművelési Minisztérium és a Közoktatási Minisztérium együttműködésével a tankertekben a tanítók megtanították a permetezést, az oltást, a direkttermő szőlők kezelését és tovább. De ez szükséges ahhoz, hogy valahol otthon érezzem magamat. Különösen az a gyerek, aki 2 órát utazik reggel és délbe este a körzetesített iskolába, nincs hazája, az nem érzi a hazájának azt. Se itt, se ott nincs otthon. Se közössége, se ott. Vissza kell állítani, hogy milyen szép az, hogy valamit elültetek, és akkor kinő. A természettel való kapcsolat is éppen olyan szükséglet, mint a társasággal való kapcsolat, Istennel való kapcsolat. A természettel való kapcsolat nélkül nincs igazi élet. És a demográfiailag is az igazság az, hogy minden nemzet a parasztságában gyarapszik, aki a természettel való kapcsolatban és közössége van, és minden egyéb osztályában fogy. Európa lakossága 70-80%-ban urbanizált, Európa lakossága fogy. Ezt is vissza kell állítani. És vissza kell, hogy előre mehessünk ebben az ügyben, ami minket összehozott. Nagyon nagy szükség lenne, hogy mindaz, amit elhangzott az egyes helyekről, Tatáról, Abáról, Békés Csabáról, Gödről és a többi, röviden összefoglalódjon. De még jobb lenne talán kis rövid filmekben összegyűjteni. Egymásnak is, és a kormányzatnak is, és a városi embernek is, hogy lássa, hogy ez nem egy perifériális hobbi, ez a megmaradásunk záloga, nem csak nemzeti megmaradásunk, hanem az egészségünk megmaradásának is a záloga. Erről Kopp Máriával idéztem ezt a dolgot. Nekünk meg az a kötelesség, hogy egymásét megismerjünk, és ebben indítatást szerezünk. Ezzel a kérdéssel, mondom, 200 év óta már irodalomban is foglalkozunk. Nem csak Magyarországon. Tudják, hogy a gyerekeknek az alkotó készsége, vagy alkotásba való öröme, amiről itt többször elhangzott, nagyon sok, nagyon fontos dolog. Hát ez a svéd Sjöldistóra indította el a 19. század végén, a 20. század elején. Óriás irodalma van. Egészen mostanáig, a 80-as évekig, 90-es évekig kötelező volt a Sjöld. Tehát a kézművesség gyakorlása az iskolákban. Most eltörölték. Most, mikor nem szabad nemek szerint nevelni a gyereket, és nem szabad fiúnak nevelni, vagy a fiút férfivá nevelni, és a lányt asszonyjá. Ennek is van irodalma, a magyar visszhangja is van, a úgynevezett zászlónk, az első háború előtti ilyen ifjúsági folyóirat volt, az beszámol a Sjöldről, hogy a svéd iskolákban hogy a kézművességet hogyan tanítják, hogy része ez a nevelésnek. Nem mi fedeztük föl ezt most rá, de tanulhatnánk belőle, hogy ezt elővennénk. Mint ahogy nem hallottam említeni Barkóczi Ilona és Plécsaba az akadémia tagja, tudományos akadémia tagja, írtak éppen Kecskemétről arról, hogy ott megvizsgálták egy külteleki, tehát sok hátrányos sorsú gyereknek az iskoláját, ahol ének-zene tagozat volt, és egy belvárosi, ahol az ügyvéd és orvos gyerekek jártak. És messze jobbak a kültelken, akik énekelnek és táncoltak, és érzelmi, művészeti nevelést kaptak, azoknál, akik sokkal többet tanultak, fizikát, földrajzot, történelmet, a probléma megoldás kérdésében messze jobbak azok, akik zenei, művészi nevelése, közösségi érzékének a fejlesztésére ezeket a játékokat, dalokat megtanulták, gyakorolták, énekelték. Tehát van ennek irodalma, tessék elővenni Barkóczi Ilona, Plécs Csaba munkáját is. A Sjöldről szólót is.
És hogyha a népdalokat igazán akarjuk tanítani, akkor igenis tanulmányozni kell még jobban ezt a népültészetet, aminek a gyűjtésében, mondom, csak az utolsó évtizedekben jutottunk el odáig, ki, mikor, miért, mit énekel. Ez a szervesen hozzátartozott az életéhez. Ebből is a jövő számára nekünk tanulnunk kell. Ami legfontosabb tehát az, hogy igenis, egymásnak is ismertessük meg azt, hogy meddig jutottunk el, és legyünk annyira alázatosak, hogy nézzünk utána, hogy elődeink mit írtak már erről a kérdésről, amit mi mostan saját ügyünknek tekintünk. És biztos, hogy akkor előbbre fogunk jutni, és a végvárakból kinő egy front, ami meg fogja nyerni ezt a csatát. Köszönöm szépen! Valóban életünk során sokszor följajdulunk, hogy Úristen, mi lesz velünk. Hiszen, hogyha figyelemmel kísérjük népünk életét, meg főleg a mai fiatalok életét, hogy hogyan alakul majd valóban jövő. De ez majdnem minden évszázadban előfordul, hiszen vannak olyan emberek, akik szívükön viselik népük sorsát, írók, költők, néprajzosok, művészek, tehát sorolhatnám itt a szinte minden nációval azokat az embereket, akik valóban odafigyelnek a népünk sorsára. Az első előadásban volt egy idézet Németh Lajostól, hogy minden egész eltörött. Egy nagyon pessimista megállapodás volt, és főleg én, mint képzőművészettel is foglalkozó ember, valóban a főiskolán művészettörténetet tanultunk, és valóban vannak olyan időszakok, amikor úgy érzi az ember, hogy már nincs tovább. Gondoljunk csak a konstruktivista Málevics festőre, aki klasszikus módon megtanulta a mesterségét, és azt hiszem a 40-es években festette az utolsó képét fehér négyzetre, egy fehér alapra egy fehér négyzetet. És akkor letette az ecsetet, hogy ő többet nem. Tehát a művészet öngyilkosságára gondolok itt. De ugyanez megtörtént valamikor a népművészetünkkel is, mert a 70-es években pontosan azért alakult meg a fiatalok népművészeti stúdiója, hogy ellensúlyozzuk a szuvenír népművészetet. Tehát, hogy is mondjam, gicses tárgyakat készítettek. A népiparművészeti tanács az egy nagyon jó dolog volt, de nagyon-nagyon sokba hibázott is. Tehát ott is eljutottunk oda, hogy valamit változtatni kell. És a fiatalok népművészeti stúdiójában pontosan mi fiatalok fölvállaltunk az egykori kézműves mesterségeknek az elsajátítását, ki megválasztotta a maga területét, én például a faművességet, például Langráf Katalin textil, a vidákéka, a gyékény fonást, a nemezelést, és sorolhatnám tulajdonképpen majdnem minden mesterséget képviselő akkori fiatal népművészeti stúdiós tagokat, akik ma már mesterek lettek, és vannak tanítványaik. Tehát elterjedt valamilyen módon akkor a táncház mozgalom, Sebő Halmosék vezetésével, a játszóházak alakultak. Makovec ezt úgy fogalmazta meg, hogy elterjedt, mint a jó hír. Ők az organikus építészettel színesítették, vagy megújították tulajdonképpen az építő, magyar építőművészetet. Tehát sok olyan dolog volt, ami reményre adott fokot. És van is remény, én azt mondom, hogy van remény. Az itt bemutatkozó előadók a saját közösségüket, iskolájukat mutatták be, és én tiszta szívből gratulálok nekik, hogy ők hivatással, tehát elhivatott pedagógusi tevékenységgel foglalkoznak azokkal a fiatalokkal, és nagyon jól felépített programokkal próbálják valamilyen módon visszaadni
azt a fajta harmóniát, ami egykori falusi és városi közösségekben megvolt. Tehát a természettel való együttélés, a szép szokások, hagyományok, a hit, a szeretet általi hit, ami az élet teljességét adja. Úgyhogy én szívből gratulálok még egyszer, és további jó munkát kívánok nekik, mert ez a konferencia okulásul szolgált. Érdemes volt Platti Györgynek megírni azt a csodálatos tankönyvet, hogy a főiskolások tanulhassanak belőle, mert én személyesen tanultam belőle, és még nagyon sokan itt vannak, mert beszélgetés során kiderült, hogy ők is abból a tankönyvből tanultak. Tehát volt értelme az ő műveltségének, elhivatott pedagógus tevékenységének, hogy ő átadta a fiataloknak az, ami valóban azért teremtette a Jóisten a világra, hogy ő kiváló pedagógus legyen, kiváló alkotóember legyen, kiváló művészember legyen, és tudta, hogy neki ez kötelessége átadni. És itt mindenki tudja, hogy igenis kötelességünk ezeket a dolgokat átadni, mert ha valaki valamit tud, azt nem véletlenül tudja, de valóban kötelessége a fiatalabbaknak azt átadni és megtanítani. Köszönöm szépen! A Platti család nevében nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki itt tartott és aki tegnap is itt volt. Gondolom, hogy valahol azért eljut odáig is a köszönet, hogy elfogadták ezt a meghívást mindazoknak, akik ebben közreműködtek, természetesen a település önkormányzatának, az itt lévők és itt nem lévők, de az egész ügyért nagyon sokat tevékenykedőknek. Ezt felsorolni hosszú lenne, tegnap Jóska próbálta, de annál több van. Hiszen, ha csak azt elfelejtettem mondani, hogy a települési önkormányzat országos szövetsége úgy támogatta ezt az egészet, hogy 1700 községbe eljutatta ezt a programot és a meghívót. Tudjuk, ennyien tartoznak a Település Önkormányzatok Országos Szövetségéhez. És a maguk honlapján föltették, és a mai napig is található ez. Tehát azt hiszem, hogy sok helyre el kell, hogy menjen valami, az a kis búzamag, és itt most nem csak a gödiekre gondolok, amiből lehet, hogy talán kalász lesz, de ez csak közös összefogással lehet jó kalászt és jó kenyeret sütni. Két gondolatot azért Petrő Mihály és a professzor úr mai gondolataihoz. Hát elsőnek kezdem, volt miniszteremet, a mostan elmondottakhoz, amikor mi itt 62-ben kezdtünk, akkor természetesen felső tagozatban tanítottam gyakorlókertet, mezőgazdasági ismeretet és politechnikát is. A nővérem háztartási ismereteket is végzett, és azt tanította ott, ahol Bécset, ahol tanítani kellett. Tehát igenis az embereket, a gyerekeket fel lehetett készíteni a mindennapi életre, és azokra örömökre, ami körülveszi őket. Most néztem egyik filmben, hogy egyik gyerek hogy szemezi, hogy morzsolja a kukoricát. Hát nem így kell morzsolni, hanem egy csutkával együtt kell szépen lemorzsolni. De ezeket, ha nem tanítjuk meg neki, akkor fogalma sincs. Tehát az élettől távol eső, de ugyanakkor rácsodálkozó gyereknek azért meg kell azokat a fogásokat, ami a mindennapi élethez hozzátartozik. Az egyik, a másik ilyen gondolat, ami engem már nagyon-nagyon régóta valóban, hogy is mondjam, nem azt mondom, hogy haraggal, mert életemben senkire nem haragudtam, nem is akarok, hiszen nem erre tanítottak. Embereket szeretni kell, és az embereket szolgálni kell. A pedagógus szolgálat az egyértelmű, hogy nem hatalom, hanem szolgálat. Minket a szüleink arra tanítottak, hogyha vár, ahova került, és közösségekért felelősséget válasz, már pedig pedagógus igen, akkor az soha ne használt hatalomként, hanem mindig szolgálatként.
Tehát a segítőkészség. És az én munkatársaimat, mindegy, hogy én főosztályvezető voltam, egy államtitkár, mindig arra tanítottam, hogy aki idejön és kérdéssel fordul, annak egyetlen egy szót nem szabad kimondani, a nemet. Hanem az ő kérdésére egy igaz választ kell tudni adni, még akkor is, hogyha az téves. Ő érezze azt a bizalmat, hogy én őt szolgálom akkor is, amikor az ő kényes ügyét nem passzolom, és nem azt mondom a hatalom oldaláról, hogy nem érdekel, hanem egyszerűen hogy tudom azt segíteni, amiért ő fordult hozzám. Hát én azért vagyok, hogy őt szolgáljak. Az ő bizalmából kell, hogy legyek. Kis települések szellemiségének megmaradása, professzor úr régóta mondja, és bennem is ez van. El kell mennünk az őrség túloldalára, Borgellandba. Valaki átmegy Őri sziget, sziget ide várt, egy 350 lelkes kis magyar falu, zöme evangelikussal, ott a mai napig is ott van a két tantermes iskola, és az állam fenntartásának fontosnak tartja, hogy a nemzetiségi identitás, tehát a magyarság megmaradása érdekében is ott legyen, mindegy, hogy két vagy három gyerekből van az első osztály, de az 1-3-2-4 az ott van. Mellette Vöröstoronyban, Rotentúrban pedig az óvodások vannak, annak a, tehát Obervárt mellett, Felsőr mellettről beszélek. Mi nálunk a 350 lelkesekben már semmi nincs. Az iskola annak valamikor Klebertben nem abba gondolkodott, hogy az ő nevét használják, hanem az, hogy ő hogyan tudja megteremteni azt, hogy a szellemiség ott kell, ahogy a gyerek él, de legalábbis abban a korosztályban. Akkor, amikor az államosítás mostani koncepció megszületett, több mint 160 önkormányzat fordult az egyházakhoz, hogy vegyék át az iskolájukat. Mit gondolnak, hogy miért? Sokan azt mondták, azért, mert az egyházaknál ugye a finanszírozás, ezt még annak idején mit csináltuk az úgynevezett kiegészítő normatívával, nagyobb biztonsággal tudja működtetni, mint az önkormányzat, mert az önkormányzatok úgyis elvonják az átengedett adót, vagy egyáltalán elvonják a pénzeket. Ebből adódon nem tudja az iskolát fenntartani. És akkor megkérdezett egy újságíró, hogy mit szólok hozzá, hogy miért van ez. Mondom, azért, mert az az önkormányzat abba gondolkodott, ha az egyháznak adja az iskolát, akkor az megmarad. Mert az állam az egyházat még egyszer már nem fogja államosítani. Ha igen, akkor ugyanott vagyunk, ahol voltunk 40 évvel, vagy hát 60 évvel, vagy 50 évvel ezelőtt. Tehát ez azt jelentette, hogy nem volt egyház ingatlanról volt szó, hanem a megmaradásnak a biztonsága. És ott a szellemiség meg is fog maradni. Én magam olyan javaslatot tettem, hogy ott, ahol megszűntek az iskolák, de a parókia ott van még. A parókus meg oda jár. Akkor a parókia hogy tudja átvenni a hagyományápolásnak azon segítését, hogy az a település szellemisége ne szűnjön meg. Fogjanak össze, és ezeken a településeken, ha már nincs gyerek, de lehet, hogy ott van még egy pedagógus, akkor a falugazdász helyett a falu kulturális menedzsereként ott kellene, hogy legyen egy, aki segítse azt, hogy ez a település ne elnéptelenedjen, hanem maradjanak hagyományai és az új hagyományokban, az egyházakkal közösen valóban lehetne ezeket a kis településeket megmenteni attól, hogy ne az legyen, hogy utána már ugyanott vagyunk, mint mondjuk Romániában. Tehát gyakorlatilag az azt jelenti, hogy igenis az összefogás és mondhatnám azt, hogy a normális emberért való szolgálat gondolatából a politikának is kellene abba, hogy amikor kimondta, hogy minden településen legalább alsó tagozat és hova maradjon, akkor ehhez tartsa magát. De ezen már régen túl vagyunk. Amit a Misi mondott, és én megmondom őszintén, azon gondolkoztam, megint emberbe kell gondolkodni, és hogy azok az szenzációs szakemberek, akiket ti képeztetek, ezek népművészet mestere, népiparművészek, ezeknek a megélhetését adtad, vagy csak szakmát adtál neki? Hol van a biztonságuk, hogy ők ebből meg is éljenek, abból, amiért oda mentek hozzátok, és amiért nagy szeretettel csinálnák, de nem tudnak belőle megélni, mert nincs mögöttük érdekképviselet, nincs mögöttük kamara, semmi nincs mögöttük, de ez azt jelenti, hogy ki vannak szolgáltatva a mindenkor emberek. Pedig ezek volnának azok az igazi lámpások, akik tovább vinnék azt, amit nálatok tanultak, meg máshol tanultak.
nem, a nemzet szeretet, de azt hiszem, hogy a népművészet nélkül elképzelhetetlen. És ezért én optimista vagyok, mert hiszen nem is lennék akkor pedagógus, hogyha nem lennék optimista, hogy előbb-utóbb azért a józanész csak eljut odáig, hogy ennek az országnak a sokszínű, 13 nemzetiségi kultúrával együtt lévő művészete, népművészete, ez Európába ebbe az egységes, kvázi angol nyelvű masszába el fog veszni, ha nincsenek összefogva, és nem tudnak összefogni, és nem tudják megfelelőképpen azt olyan szinten gyakorolni, hogy azt mondják, hogy igen, Magyarország valóban a népművészet és a művészet és az emberi kapcsolatok és az emberségnek egy olyan országa, ami ahova érdemes jönni. Én megköszönöm azt, hogy most már úgy érzékelem, hogy nem volt rossz ötlet, hogy erre a harmadik platti konferenciára az egyházi iskolákat és az egyházi felsőoktatás tanítóképzés is meg, képző intézményeket is meghívtam. Sajnálom, hogy mondjuk a Pécsi Egyetem, ahol tanított édesapám, nem képviseltette magát, hiszen az ő tanára volt. Meg azok a más intézmények is, amelyeknek a hallgatói vagy a elkötelezett pedagógusainak biztos szükség volna azokra a gyönyörű szép dolgokra, amit itt hallottunk, mindegy, hogy ez Gödről, Tatáról, Nádudvarról vagy Győrből szól, hogy ezt a színes palettát a következőre, ami hát a mi ciklusunk szerint ugye 2008-ban volt az első, 2012-ben, most 2016, tehát 2020-ban szeretnénk folytatni, szintén olyan közös összefogással az itt lévőkkel együtt, és az itt lévők által növekedett Holdudvarral együtt, hogy valóban azt mondjuk, hogy igen, az a mag, amit édesapánk valamikor 60-as, 70-es években végig gondolt, az nem a Platti György az érdekes, hanem a gondolat és annak a mindenkori szeretete, átadása, ember szeretete. Én nagyon szépen köszönöm professzor úrnak is, és Jóskának is, hogy eljöttek és segítik ezt. Azt hiszem, hogy a legjobb moderátor, ha a három konferenciát veszem, a legjobb választás azt hiszem az volt, hogy Birinyi Jóskát kértük föl is az ő szervezetét, hogy szervezze meg és legyen ennek egy összefogója, hiszen olyan elkötelezett embert ritkán találni, aki valóban igazi énjének zsigereiben is benne valamiről beszél, és nem azért, mert tanultam. Köszönöm szépen a figyelmetek is, hogy pedagógusként, iskola alapítóként, mesterként részt vettek ebben a rendkívüli küldetésben. Nem magára a konferenciára gondolok, hanem ami a konferencián megmutatkozott. Hogy igenis nincsenek veszve még a dolgok, a végvárak még állnak. Egy nagyon érdekes konferencián vagy beszélgetésen, minisztériumi beszélgetésen vettem egyszer részt, ahol tapintatosan célozgattak rá, hogy a rajz és vizuális kultúra, a vizuális nevelés tantárgyat nagyon el tudnák képzelni egy olyan integrált tárgy keretén belül, amely, és akkor itt megakasztottam a felvetőnek a szavát, és azt mondtam, hogy bocsánat, gondoljanak bele, hogy a vizuális kultúra önmagában is mennyire integrált tantárgy. Milyen sok mindent vállal föl, hiszen olyan dolgokat vagyunk kénytelenek megcselekedni, amit szép fokozatosan elveszített a jelenlegi oktatás. A gyerekek elügyetlenednek az átlagos iskolákban, a házat virtuálisan joystickkal a kezükbe építenek, és nem pedig téglát téglára rakva. A zenét, a dalokat, a táncot is úgy művelik, hogy ülnek közben, és közben figurákat mozgatnak a képernyőn. Ügyetlenné válnak.
Aztán itt van a népi tárgykultúra, az őszinte tárgyak kultúrája, amivel már szinte csak kiállítási formában találkoznak. Ugye tanárként én is néha megteszem, hogy a kis saját gyűjteményemből előveszek egy-két tárgyat, legutóbb éppen egy 200 éves kalotaszegi sodrásos hímzést mutattam meg, hogy milyen csodálatos öltéstechnikával dolgoztak, mekkora türelem, mekkora szeretet, mekkora odaadás bújik meg, és a motivumokban pedig milyen ősiség, milyen autentikus erő rejlik. És amikor befejeződött az óra, Somfordának kifelé a gyerekek, és az egyik oda jön, és azt mondja, megsimogathatom. Tehát tulajdonképpen most a lelkemet simogatták mindnyájan, akik ebben a munkában részt vesznek. Nagy öröm volt számomra, hogy rengeteg rajztanár vesz részt ebben a munkában, de nagy tisztelettel köszönöm azoknak a néptáncosoknak, azoknak a szakmai mestereknek, akik a saját szakterületükből bontottak ki egy pedagógiai eszmét, és ezt az őszinte világot, a népi kultúra világát a maga összetettségében, szinkretizmusában, a tudatformák finom összesimulásában képesek átadni a diákoknak, mert hát ez a dolgunk. És ugye a bevezető köszöntőmben azt mondtam, hogy Platti Györgytől én azt tanultam, hogy attól boldog az ember, amit együtt csinálhat, és hát íme azt hiszem, hogy arra kaptunk bizonyítékot, hogy ezekben az iskolákban a gyerekek boldogok. Legyünk mindnyájan együtt boldogok, és higgyünk abban, hogy ez egy olyan megkezdett út, amit egy pillanatig sem szabad kitérőkkel, vagy éppen visszafordulással gyengíteni. Bátran előre. Köszönöm szépen. Köszönöm a konferencia szervezőinek. Köszönetek sorát folytatva is, csak köszönni tudom mindenkinek azt, amit tett. Támogatóknak, mindenki, aki azért. És most még hadd köszönjem azoknak, akik az ebédet gyorsan tálalják, és már ott várnak, a csúsztunk vagy 35-40 percet, de bocsánatos, talán ez a bűn ebben a formában, mert hogy nemes és jó dolgokról, jó gondolatokról hallottunk, úgyhogy én nem is szaporítom szokásomtól eltérően a szót, csak annyit mondok, hogy legyen az érték a mérték, akkor a hagyománnyal nem lesz gond. Ha az érték a sztár, akkor még kevésbé. Biztosan folytathatjuk, és tovább adásra kerül.